Gratuláltunk Donald Trump győzelméhez, és azt kívántam már ma reggel az X csatornámon David Pressman amerikai nagykövetnek, hogy csomagoljon. Szerintem nem fog nekünk hiányozni itt Magyarországon az eddigi amerikai nagykövet. Ami különösen jó hír az amerikai választásokkal kapcsolatban, hogy a mi európai szövetségeseink jó barátja, Robert F. Kennedy Jr., aki szintén elnökjelölt volt, korábban visszalépett Donald Trump javára, és így valószínűleg szerepet kap majd az új amerikai vezetésben, és rengeteg olyan ügyért, amiért a Mi Hazánk mozgalom is szót emelt, akár a Covid idején, vagy akár az oltásokkal kapcsolatban, azt Kennedy most már akár kormányszinten képviselheti majd az Egyesült Államokban. Így ez a harc a nagy Big Pharma ellen új lendületet kaphat, ennek mindenképpen örülünk, és egy nagyon fontos jelenségre szeretném felhívni a figyelmet az amerikai választásokkal kapcsolatban. Ismét hetek óta, hónapok óta arról szólt a mainstream média, ugye a nagy közvéleménykutató cégek azt üzenték, hogy fej-fej mellett van Kamala Harris és Donald Trump, sőt inkább Harris valószínűsíthető, hogy ő fogja majd megnyerni a választásokat. Ugyanezt történik mindig Magyarországon, minden választás előtt. Itt is azt harsogja a mainstream, a média, a közvéleménykutató cégek, hogy a két nagy fog majd győzni, és persze a két nagy közül is mindig a globalistább az, ami éppen előre tör, és azok a rendszer ellenes politikai erők, mint például itt Magyarországon a Mi Hazánk mozgalom, ezeket mindig elfojtják, és a választáson is láthattuk, hogy ahol az emberek úgy érezték, hogy kisebb a tétje a szavazatuknak, ott 20, vagy akár itt, ahol most éppen vagyok, egy szegedi gyermekvédelmi ügyben nyomozunk, ezért most itt vagyok éppen Szegeden, a szülővárosomban. Itt ebben a vármegyében 24%-ot kaptunk most a választásokon, de az európai parlamenti listán országosan, Budapesttel együtt pedig csak közel 7%-ot tudtunk szerezni, mert az emberek elhiszik ezeket a nagy mainstream üzeneteket, elhiszik a médiának, illetve elhiszik a közvéleménykutató cégeknek azokat a hazug üzeneteit, amik arról szólnak, hogy csak a két rossz közül lehet választani, mert hogy úgysem juthat más a parlamentbe. Erre már nagyon sokszor rácáfolt a Mi Hazánk mozgalom, ne higgyétek el ezeket a hazugságokat. Ez egyik legnagyobb tanulsága a mostani amerikai választásoknak is. Donald Trump fényes győzelmet aratott, nem voltak igazak azok az előjelzések sem, hogy Kamala Harris nagyon jól áll, ez sem volt igaz, és ami megint nagyon fontos, hogy részben talán pont ennek köszönhető az, hogy Donald Trumpnak szüksége volt Kennedy támogatására, mert azt gondolta, hogy akár pár százalék is dönthet, Kennedy pedig mondjuk 8-10%-ot kaphatott volna, de végül is ennek köszönhetően Kennedy is ott lehet mostantól az amerikai vezetésben, és ez jót jelenthet a Big Pharma és egyáltalán a nagy globális cégek elleni globális küzdelem számára is.